Kaszart elindult az idei Gróf Erdődi Rudolf emlékverseny. Lavalon az, aki nagyon jól kezd, és elmegy vele vezetni Jaroszláv Línek. Lavalon mögött ott van Esti Szél, harmadik pozícióban egyelőre Éj Király, és csak mögöttük jön a favorit Krájov Zsolt, valamint Stamirök fejfej mellett egyelőre a sor végén a negyedik, ötödik helyen. A kismezőny elhagyja most már az ügető átjárót, és komoly tempót diktál Lavalon. Előnye ennek megfelelően legalább 3-4 hosszra hízik most már a mögötte galoppozókkal szemben. A második pozícióban még mindig ott van Esti Szél, ment a falon egyre közelebb hozzá Cry of Joy, mellettük pedig Éj Király tartja még mindig magát jól. Továbbra is Stamina, a sereghajtó páros hátrány már a többiekkel szemben. A kanyarhoz érve, mintha elkezdene talán egy kicsit olvadni Lavalon előnye, de még mindig vezetlen két hosszal a üldözőbolyjal szemben, és az üldözőboly élére szép lassan feljön a favorit Cry of Joy. Esti Szél is jól tartja magát, és Éj Király is versenyben van. Négyen szint együtt fognak fordulni a finishre, hiszen Lavalonra megérkeznek a többiek az utolsó 400 kezdetén. Lavalon, illetve Cry of Joy, Esti Szél, kívül pedig Éj Király még mindig a sorrend, Stamina a sor végén. Az utolsó 300 méter, Cry of Joy szép lassan most már kezd fölénybe kerülni a többiekkel szemben. Lavalon úgy tűnik, hogy eddig bírta, jön a második helyre Éj Király, Cry of Joy azonban elkezd távolodni a többiektől. Cry of Joy legutóbb könnyen győzött, most sem kell különösebben megerőltetnie magát. Meg fogja nyerni Cry of Joy az idei Gróf Erdődi Rudolf emlékversenyt. Favorit siker, Cry of Joy suták csengével a nyerő. Éj Király a második, Lavalon a harmadik, teljes papírforma. Messi negyedik, Esti Szél, a mezőny végén az ötödik helyen Stamina.